kenyér szent dolog. Az ország minden táján szokás volt a kenyeret tisztelni, és egészen addig az új kenyérhez nem nyúlni, amíg a tegnapiból volt, mert ugye kenyeret soha nem dobunk ki, mert az egy érték, mint ahogy a buzaszem is az, és minden magyar lélek az, bárhol is éljen a világban. És azt hiszem, hogy a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program hitvallásában ez a gondolat jelenik meg. 101 éve Trianonban darabjaira szaggatott nemzetünk újra képes mind a 15 millió magyar számára hitet, reményt, erőt közvetíteni, gazdaságilag is segíteni a magyarság megmaradását. 10 év alatt az adományozott gabona mennyisége 100-szorosára nőtt. 10 tonnáról 1100 tonnára. Több mint 100 000 rászorulónak tudtunk segíteni egyházi és civil szervezetek közreműködésével. Hiszünk benne, hogy ezek a múzával teli zsákok, ezek egy-egy jósággal telt lelket is képviselnek, és ezt adjuk. Nem csak búzát, hanem azt a törődést is, ami ezekben a búzaszemekben megjelenik.